A műsort támogatja az Illés Sportalapítvány. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Arénát, a Szombathelyi Televízió heti rendszeressége jelentkező sportmagazinát látják, melynek mai adását akár úgy is nevezhetném, hogy a sportestünk első felvonása lesz, ugyanis a második az majd 19 óra 15 perckor kezdődik, és az az akadémiai foci magazin lesz, és hogy továbbra is a színházi nyelvezetnél maradjunk, az első szín az arénában a Falko Aréna lesz, azt követően pedig majd a diáksportról láthatnak egy összeállítást, mégpedig az Rínyi és a Derkovics iskola diákjaival, azt követően pedig majd belép a főszereplő, aki nem más, mint Pars Krisztián, olimpiai bajnok kalapácsvetőnk lesz, végezetül pedig majd a Hali Arénával zárunk. Természetesen a mai napon is lesz majd sorsolás, mégpedig háromszor két darab belépőjegyet sorsolunk ki, a Szovatrend Optika KC Szombathely, Albafehérvár bajnoki kosárlabda mérkőzésre emelt a két csapat, szombaton 18 órakor játszik majd az Aréna Szaváriában. Az SMS számunkra már jól ismert, azaz a 0620-2020-800. Várjuk véleményüket, kérdéseiket. Én nem is húznám tovább az időt, azonnal kezdünk a Falko Arénával. Kedves nézőink, a héten a Falko, azaz a Szovatrend Optika KC Szombathely felnőtt csapata nem játszott bajnoki mérkőzést, viszont nagyon jó kis derbi volt a hétvégén itt Szombathelyen, ugyanis a Bécsi Kosárlabda Akadémia U18-as csapata látogatott itt Szombathelyre, és megütközött a Szombathelyi Sportiskola hasonló korosztályú együttesével. Hogy mi lett a derbi eredménye, azt a következő összefoglalóból megtudhatják. Remek erőkből álló együttes látott vendégül a Szombathelyi Sportiskola U18-as kosárcsapata, ugyanis a Bécsi Kosárlabda Akadémia gárdája látogatott a Vasi megyeszékhelyre. A BC Timberwolves színeiben több osztrák korosztályos válogatott játékos is pályára lépett. Jó játékerőt képviselnek, nagyon jó szerkezetük van, lehet ennek jó gyakorolni. Azért érezni, hogy fizikálisan azért ott vannak a toppon, azért lehet fogjuk rendesen küzdeni. Szerintem azért technikailag nem vagyunk semmire lemaradva, koncentrációban kell felvennünk a versenyt velük. Mit jelent a számotokra, hogy a bajnokságnak a komoly, az igazán komoly szakasza már véget ért? Most gyengébb magyar csapatok ellen játszatok, de hogyha minden igaz, akkor többször is lesz majd olyan lehetőségetek, mint most, hogy külföldi erős csapatok ellen mérhetitek meg össze a tudásotokat. Hát igen, ilyen rendes bajnokság az most már véget ért számunkra. Most minden azzal foglalkozunk, hogy többet tudjunk fejlődni edzéseken, erőlétre megyünk most rá, azon dolgozunk. És igen, majd adódik a lehetőség, hogy játszunk ilyen nemzetközi csapatokkal, és itt is minél többet próbálunk fejlődni. Ilyenkor nem félje az, hogy egy picit leereszt az ember, egy kicsit elhagyja magát, mert úgyis nyeritek a mérkőzéseteket? Hát szerintem ettől nem kell tartanunk, mert edzünk azért rendesen. Ezt megbeszélj velünk, hogy nem úgy kell felfogni, hogy ez egy könnyű mérkőzés, hanem minden mérkőzésre ugyanúgy kell felkészülnünk fejben. Ez egy komoly, rendes mérkőzés lesz. A Szombathelyi Sportiskola U18-as gárdája az utóbbi időben nem csak bajnoki, hanem nemzetközi mérkőzéseken is pályára léphet. Ez nagyon jól szolgálja a gyerekek fejlődését, mivel más kosárlabda kultúrákból is szerezhetnek tapasztalatokat. Ez a csapat a tavalyi U16-os bajnok csapatra épül. Ugye mi még fiatalabbak vagyunk a korosztálynál másfél éve, mert 94 június 1 után született ugye a korosztály, mi 96-97-es játékosok vagyunk, 98-as is van köztünk. Az U18 regionális bajnokságban versenyzünk, eddig ebben a szezonban egy vereségünk volt, most a héten megvertük a Győrt és a Soproni Tigriseket is. És próbálunk minél több ilyen nemzetközi mérkőzést játszani, direkt azért, hogy a srácok még inkább szokják a nemzetközi ritmust, és minél többet tudjanak fejlődni. Játszottatok már több mérkőzést is külföldi csapatok ellen. Mi a tapasztalat? Hol tart ez az együttes? Mennyire tudja felvenni a versenyt a külföldi vetétársakkal? Úgy gondolom, hogy fel tudjuk venni, ami nagyon nagy különbség az, hogy mentálisan hogy állnak más országokba a kosárlabdához. Ebben, amikor kimegyünk és játszunk egy-két meccset, akkor lehet látni a srácokon is, hogy egy-két hónapig az azért maradandó élményt ad nekik, és ők is úgy próbálnak hajtani edzésen. És akkor sajnos néha így van egy ilyen eltompulás, akkor kell a következő mérkőzés, hogy igenis legyenek ugyanúgy agresszívak, ugyanúgy harapjanak, mint ahogy azt más nemzetközi csapatok teszik ellenük.
Nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy a Falkónak szinte minden egyes csapata tele van válogatott játékosokkal. Ezek közül játékosok közül kik azok, akik válogatott kerettagok, és hát a jövő szempontjából kik azok, akik majd a későbbiekben esélyük lesz mondjuk arra, hogy bekerüljenek a Falkó felnőtt keretébe is. 5-6 válogatott játékos van ebben a csapatban, plusz vannak, akik már kiválasztó programokon részt vesznek, ugye ők még U16 alattiak, akiknek még nincs hivatalos versenyük. Tehetséges játékosok is vannak, úgy gondolom, hogy mindenkinek adott az esély arra. A körülmények, azt gondolom, hogy a TAU segítségével is most már normalizálódnak, és a sportközpont és sportiskola segíti a munkánkat. Reméljük, hogy még több ilyen nemzetközi tornán többet tudunk fejlődni, és akkor biztos, hogy több potenciális játékos lesz a felnőtt csapat számára is. A két jól felkészített csapat színvonalas, izgalmas mérkőzést vívott. A 40. perc végén 79-79-re álltak a küzdő felek, így hosszabbítás következett, melyben végül is a szombathelyek kerekedtek felül, ők nyertek 92-87 arányban. Kedves nézőink, hogyha fiatal kosarasokkal kezdtük, a Falkó Arénát folytassuk fiatalokkal, már csak azért is, mert két a tinédzserkorból éppen kiöregedett játékost köszönthetek itt, mégpedig Borgnár Kristófot és Per Zoltánt. Sziasztok! Veletek ne erről a mérkőzésről beszéljünk, bár úgy tudom, hogy ezt a mérkőzést is ugye láttátok. Sokkal fontosabb szerintem számotokra az, hogy ugye szerdán a Debrecen csapatát fogadjuk itt Szombathelyen. Hogy készültök, és milyen reményeket tápláltok az iránt, hogy pályára is tudtok majd lépni ezen a találkozón? Kezdjük Zoli veled akkor. És köszöntöm a kedves nézőket. Így van, szerdán a Debrecen csapatát fogadjuk. Ugye tudni kell, hogy a Debrecen a sereghajtó bajnokságban, most ment el tőlük az utolsó légiós, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy sima mérkőzés lesz, hogyha úgy állunk hozzá, hogy egy bajnokihoz kell, és hát megmondom őszintén, hogy titkor remélem, hogy pályára is kerülök, pont ezért, mivel a Debrecen az nem képvisel olyan komoly játékerőt. Megmondom őszintén, fejből nem tudom, hogy hányszor léptél eddig az NB1-be pályára, de szerintem egy kezemben meg tudnám számolni. Mennyi ez a szám, és hát mikor lesz a negyedik? Hát remélem, hogy a negyedik az nem sokára, két napon belül itt lesz, Debrecen ellen. Ugye ebből kiderült, hogy eddig háromszor léptem pályára. Hát én nagyon örülnék annak, hogyha most tényleg meg lenne és megadatna az újabb lehetőség, hogy pályára kerülhessünk. Eddigi ponttermés? Három meccs volt, ugye, és abból kettőn két pontot sikerült dobnom. Nálad Zoli, ez hogy néz ki, hogy a nagy csapat eddig hányszor játszottál és milyen pont? Én egy bajnokin és egy magyar kupa meccsen játszottam, sajnos eddig még nem sikerült pontot szereznem. Mennyire téma az öltözőben az, hogy a Debrecent minél nagyobb különbséggel meg kell verni annak érdekében, hogy maradjon reális esélyünk megcsípni azt a bizonyos ötödik helyet? Hát a csapat mindig maximális teljesítményt akar nyújtani, akármennyi a különbség. Tehát nem számít az, hogy 10-zel, vagy 20-zel, vagy 30-zel megyünk, mindig a maximumot próbáljuk nyújtani, és ez minden meccsnél így van, nem csak a Debrecen meccs ellen. Lesz a hétvégén egy másik találkozó is, ami nagyon fontos a csapat szempontjából, elvégre most mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Ugye ez az Alba-Fehérvár lesz. Na, azon a derbén szerintem olyan nagyon-nagyon sok játék lehetőségben nem reménykedhettek, ha csak nem verjük őket 30-al. Azon a derbén mi várható? Az már egy másik mérkőzés lesz, ugye a Fehérvár a lista vezető csapat, de mindenképpen szeretnénk őket megverni ahhoz, hogy bekerüljünk a felsőházba, itt a középszakaszba. Én azt gondolom, hogyha azt a teljesítményt mutatjuk, amit mostanában hazai pályán, akkor reális esélyünk lehet, hogy akár megcsípjük a győzelmet. Ez az eddigi idény, ahogy alakult a számotokra, ez milyen szájízt hagy bennetek, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak? Elégedettek vagytok azzal, amennyit tudtatok fejlődni a nagy csapatházatáján? Mert gondolom, ez egy óriási ugrás ahhoz képest, ugye, hogy lényegében egy U18-as korosztályú játékosról van szó a ti esetetekben. Mindenképpen örülünk a szerintem Zoli nevében is mondhatom, hogy a lehetőségnek, hogy a nagy csapatnál edzhetünk. Igaz, hogy nem mindig, nem minden esetben, mert a juniorral is még kell edzenünk, de azok a lehetőségek az edzésen, amiket kapunk, illetve volt egy-két ugye játék lehetőség is, pár perc, azok mindenképpen nagy fejlődést tudtak biztosítani nekünk. Ha már nagy csapatról beszélünk, mondok egy még nagyobb csapatot, mint a Falkó, Partizán Belgrád. Igen, januárban voltam, hát nevezhetjük próbajátéknak, a Partizán U19-es csapatával készültem.
pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ennek eredményeként visszavárnak április környékén, ahol már a Partizán felnőtt csapatával töltetek el edzéseket. Én már nagyon remélem azt, hogy pár év múlva azt elmondhatom azt, hogy a Partizán Belgrád egyik játékosával volt lehetőségem itt bent beszélgetni. Én köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és arra kérnek benneteket a Falko Arena végén, hogy húzzatok ki két nyertes, mind a ketten egyet-egyet, és kérném azokat a kis cédulákat. 30-484-05-93-as SMS-ről érkezett az első nyertes üzenet hozzánk. Megkérem a kedves kollégámat, hogy mutassuk ezt. És közben elkérem a másikat is. Ez nem sikerült, de mindegy. 70-637-62-07-esről érkezett a másik. Mind a két kedves nyertesünknek gratulálunk, természetesen majd közöljük velük, hogy hol vehetik át ezt a bizonyos nyereményjegyet. Ugye kétszer két darabról van szó, mely a Zalba-Fehérvár elleni, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy rangadóra szólnak. Még egyszer köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és nagyon jó szereplést kívánok a héten mind a két kimérkőzésre, bár én azt hiszem, hogy a Debrecen ellen tényleg reális esély van azzal kapcsolatban, hogy pályára is léphessetek. Kedves nézőink, mi pedig akkor hamarosan az arénával folytatjuk műsorunkat. Kosárlabdáról váltsunk diáksportra, kedves nézők, már csak azért is, mert itt Szombathelyen rendezték meg a játékos sportverseny országos elődöntőjét, melyen a szombathelyi színeket két iskola, a Derkovics iskola és a Zrínyi iskola csapata képviselte. Hogy hogyan alakult ez a verseny a számukra, azt nézzük a következő bejátszásunkból. Vas megyéből a Derkovics és a Zrínyi iskola, Zalából a Lenté és a Letenye, míg Győr-Moson Sopronból a Csorna és a Kón jutott be a játékos sportverseny diákolimpiájának Nyugat-Dunántúli elődöntőjébe, melyet Szombathelyen a Szavári Egyetemi Központ sportcsarnokában rendeztek meg. A viadal 10 versenyszámból állt, melyből 9-et nyert meg a Derkovics, így a Vasi Oktatási Intézmény együttese fölényesen nyerte meg az erőpróbát. Mi azért, ha nem is mondtuk ki, de ezt ikkor reméltük, és arra számítottunk, hogy az Zrínyi a legnagyobb ellenfél, mert ez minden évben így van, hogy a vasmegyei csapatok kiemelkednek. A hagyományok miatt szerintem már olyan fölényben vagyunk, hogy a többiek nem. Most ez lehet, hogy nagy képviség, de nehezen veszik fel a versenyt, azt hiszem ez most is látszott. És nagyon aprólékosan mindent kidolgoztunk, igyekeztünk mi mindent megtenni annak érdekében, hogy az országosra eljussunk, ahogy már előbb is ezt mondtam, hogy teljesült a vágyunk. Mennyi munka van ebben a magabiztos sikerben? Hát nagyon sok. Október végén kezdtünk el először a másodikosokkal készülni, ugye ők azok, akiket kiválogattuk, hogy kik a legjobbak, és akkor utána november elejétől kapcsolódtak be a harmadik, negyedikesek is, onnantól teljes csapattal készültünk, és ez napi edzést jelentett. Kétszer mentünk a sugárútra gyakorolni, mivel ugye a mi termünk 18 méteres faltól falig, viszont a pályák 20 méteresek, egy pálya meg 25 méteres, tehát a feltételeink mellett azt hiszem, hogy még nagyobb sikernek gondoljuk ezt a győzelmet. Az országos bajnokság döntőjében ugye 8 csapat jutott be, mi várható a Derkovicstól, milyen helyezést céloznak meg? Hát nagyon szeretnénk dobogósok lenni. A Derkovics iskola csapatában több olyan versenyző is volt, aki már egyszer-kétszer szerepelt az országos fináléban is. Az ő tapasztalatuk aranyat ért a regionális döntőben. Én negyedikes vagyok, és ez a harmadik alkalom, hogy eljutottunk az országos döntőre. Nagyon örülünk neki, és Jutka néni meg Zsolt bácsi próbálják belőlünk kihozni a maximumot. A Nyugat-Dunántúli elődöntőben végül kettős hazai siker született, ugyanis a Zrínyi iskola szerezte meg a második helyet. A Derkovicstól ugyan 12 ponttal lemaradtak, ám a harmadik Lentit ugyanennyivel előzték meg. Azt gondolom, hogy országos elődöntő tökéletes ez az eredmény. Sokat készültünk, a Derkovics megérdemelten nyert, és nem szégyen azt gondolom egy ilyen országos szintű csapattól kikapni. Az, hogy az első két helyen két szombathelyi csapat végzett, gondolom az mindenképpen bizonyítja azt, hogy Szombathelyen nagyon jó munka folyik az általános iskolákban. Ezt teljes mértékben aláírom, és nem csak az általános iskolákban, hanem a sportiskolában is, mert nagyon sok sportiskolás gyermekünk van, úgyhogy köszönjük ezúttal is az edzőknek.
és hogyha már ne csak az edzőkről beszélünk, hanem a gyerekekről is, akkor az Rínyi és a Derko is mindenképpen kiemelkedik, ahogy a pontszámok is mutatják. Nagyon sok a tehetséges gyerek, és nagyon ügyesek ezek a gyerekek. Hát, ahogy elmondtad, igen. Azért ehhez nagyon nagy számban kell az, hogy a szülők segítsenek minket, tehát reggel hozzák edzésre, délután vigyék edzésre, és természetesen hát ezek a gyerekek mindent megtettek azért, hogy ilyen jó helyezést érjenek el, úgyhogy köszönjük nekik is még egyszer. Az országos döntőt 8 iskola csapatának részvételével március 10-én Budapesten rendezik meg. A Derkovics együttese nem titkoltan az éremszerzés reményében utazik majd a fővárosba. Kedves nézőink, gyorsan egy szolgálati információt osztanék meg önökkel. Természetesen lesz még egy sorsolás majd a műsorunk végén, és még egyszer két darab belépőjegyet kisorsolunk az Alba-Fehérvár elleni kosárlabda mérkőzésre, ugye amit a Szovatrend Optika játszik, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is SMS-t küldeni, már csak azért is érdemes lesz, mert itt köszönhetem a stúdióban Pals Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnket. Szia Krisztián, nagyon jó színed van, hol szereztél ezt a szép barna színt? Köszöntöm a nézőket. Hát ugye kint voltunk Dél-Afrikában edzőtáborozni, ami nagyon jól sikerült. Ez egy több mint négy, hát közel 5 hetes edzőtábor volt, ami az én szempontomban nagyon fontos, hogy hiszen vissza kellett rázodnom a sportolói mindennapokba, hiszen ugye az olimpia után abban a 3 hónapban megállás nélkül jártam az országot, mindenféle élménybe számolok, iskolákba, de nagyon jó érzés volt, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen siker után ez egy ilyen érzés, hogy az emberek ilyen büszkeséggel fogadnak mindenhol. Arról nagyon sokszor beszélgettünk már, hogy hogyan alakul egy edzőtáborba az edzőprogram. Beszélgessünk egy icipicit arról, hogy milyen egyéb lehetőségek voltak még azzal kapcsolatban, hogy megismerjétek egy picit Dél-Afrikát, elvégre ott az ottani élővilág az csodálatos, messze földön híres, nagyon sokan csak azért mennek el, hogy ezeket lássák. Hát így van, ugye én most már, ha jól számom, 7-szer voltam itt ebben az edzőközpontban. Tényleg fantasztikus körülmények között tudunk készülni, minden pálya, a levegő, ugye ott hozzá kell tenni, 1500 méter magason van ez az edzőközpont, ami az első héten nagyon nagy mindenki nagyon nagy problémát okoz, hisz sokkal sűrűbb a levegő, nehezebb a levegővétel, de viszont a második héten már hozzászokunk. Hát igen, már volt részem nekem itt egy-két élményben Afrikában, amit az elmúlt években edzőtáborok során szereztünk. Most volt az első az, hogy sikerült tényleg egy olyan helyre eljutni, ahol kis oroszlánokkal tudtunk találkozni, és kezünkbe foghattuk őket. Hát ez tényleg egy olyan élmény, ami nem mindennapos, hiszen nem minden nap lehet oroszlánt fogni, kis tigriseket simogatni. Ráadásul úgy, hogy sikerült bemennem nekem, abban a ketrecben vannak az egyévesek, amik már nagyon komoly karomrendszerrel és elég veszélyesek. És volt egy olyan szituáció, amikor majdnem sikerült be kell behezniük engem, meg nem könnyű. És szerencsé, hogy voltak ott mentorok, akik vigyáztak ránk. Ugye itt az elsőleges szempont, hogy nem szabad legugolni és hátat fordítani a tigrisnek, mert azonnal támad. És nekem sikerült az egyiket úgy megsimogatnom, hogy elfordultam félig, és a másik már úgy éreztem, hogy a vádlimba kapott, és majdnem sikerült kiszedni egy kis darabot a lábamból, de szerencsére ott voltak hát az ilyen kis mentoraik, és mindjárt lecsitították őket. A másik, hát ugye ez általában ezeket a dolgokat, ezeket mind a pihenőnapunkon oldjuk meg, ami így nem pihenőnap, hanem inkább utazással telik és élményekkel. Ez a nap is úgy telt el, hogy elutaztunk, egy másfél-két órát utaztunk, ez a szerencsénk, hogy nagyon közel volt. Ez egy új park, amit 2-3 éve hoztak létre. Ott jelenleg, ha jól tudom, 2-300 vadállat van, ami oroszlán és tigrisről beszélünk, és a 2 hetestől a 2-3 éves korig lehet őket ilyen különböző helyeken megnézni, és ezeket a picit lehet fogni is, ami óriási dolog. Ha már csodálatos állatvilágról beszéltünk, akkor tudsz nekünk mutatni egy csodálatos díjat, ami ugye itt van az asztalon, és arra kérem a kedves kollégámat, hogy mutassuk meg, menjünk rá egy picit közelébe erre a bizonyos díjra, ami itt van az asztalon. Krisztián előtt mi ez a díj, Krisztián, és miért kaptad? Ezt a Felix Promotion december 21-én elindított egy ilyen évsportolója szavazást, amit sajnos ugye a szombathelyi média nem igen hozott nyilvánosságra, hogy van egy ilyen szavazás, de ahhoz képest nagyon sok szavazatot kaptam az országban, több százezer szavazat érkezett a sportolókra, és nekem sikerült ezt megnyerni, amit nagyon köszönök itt a szavazónak, aki tudott egy szavazatot nyomni.
Nagyon nehéz volt, hiszen naponta egyet lehetett szavazni, és ugye meg kellett várni mindig a 24 órát, amikor úgy lehetett szavazni, és 32%-a nyertem meg ezt a versenyt. A Gyurta Danival voltam nagyon sokáig harcban az elsőségért, de a végén még a Berg Krisztián is megelőzte, ott nagyon nagy harc volt a második helyért. Nagyon örülök ennek a díjnak, hiszen valahol látszik azt az embereknek az én teljesítményem, és egy óriási dolog volt, és egy ilyen bizalommal tudtak rám szavazni, hogy tényleg mindenki azt gondolta, hogy most hogy azért az enyém is, az én eredményem is egy nagyon jó dolog. Vagy egy nagyon fantasztikus dolog, hiszen ugye a sportcsillag gála estjén nem kerültem fel a dobogóra, ami számomra kicsit nem is az, hogy sértő, de rossz érzés volt, hiszen csalódás, hiszen nem gondoltam azt, hogy még a harmadik helyre se. Én megmondom őszintén, hogy a Gyurta Danit vártam én is az első helyre, és hát úgy gondoltam, hogy a következő az én leszek, hiszen ha úgy nézzük, hogy atlétikában, mai világban olimpiát nyerni, az nem egy olyan könnyű dolog, hisz oda kerülni bármilyen számban azon belül, az mindenkinek nagyon-nagyon sok munka és sok időbe telik. Hát ez nekem sikerült, és gondoltam, hogy ez többet ér maga, mint a sportok királyán belül. Én többre számítottam, és hát ez nem így lett. Én azt hiszem, hogy mi a szavazatunkat mindig azzal tesszük le melletted, a voksunkat, hogy nagyon sokszor behívunk ide a stúdióba, és örömmel tapasztaljuk, hogy ezeket a meghívásokat el is fogadod. Már csak azért is jó, hogy ma itt vagy, mert ugye már elkezdődött egy idény számodra, mégpedig a hétvégén Budapesten voltál, azt ígérted, hogy 78 méter fölött fogsz dobni, és ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, 78 fölött is dobtál. Mennyire vagy elégedett ez a teljesítménnyel? Elégedett vagyok nagyon is, hiszen ugye Afrikában is volt egy verseny, ahol 76-40-et dobtam, igazából ott a körrel nem voltunk megérkezve, maga a verseny szervezéssel. Itt viszont, hát az utolsó napon ugye, jótom pénteken leszakadt az ég, leszakadt a hó Budapesten, hát erre nem vártam én ezt. Hát egész nap esett, úgy gondoltuk, hogy nagyon rossz minőségű lesz a pálya és a környezet, de hála Istennek ezt a versenyszervezőt megoldották, és 82 méterig nagyon gyönyörű le volt takarítva a pálya. A kör is nagyon jó állapotban volt, gondolok arra, hogy nem volt betöredezve, hiszen régen volt itt már verseny. És sikerült egy olyan picit pihent állapotba kerülnöm, ugye nagyon sok edzés után, amivel felgyorsultak kicsit a lábaim, és így mindjárt úgy voltam vele, hogy én úgy látom, hogy úgy érzem, hogy ma meg lesz az a 78 méter. Ez kétszer is sikerült, ugye többi az ilyen 77 méter fölött volt. Meg főleg annak volt köszönhető, hogy a technikai részét már annyira meg tudtuk csiszolni ebben a 4 hétben kint Afrikában, hiszen mindig ebben volt a probléma, hogy indulásnál nem tudtam helyre tenni a kalapácsot, amit én szeretnék. Most már megy, bízom benne, hogy majd a pihent állapotban is, ugye, amikor már jobban pihentek leszünk, nem így a nagy edzések után, akkor ez még gyorsabb lesz és még gyorsabb pozícióba kerülök. Hiszen annak az edzőtábornak is az a lényege, hogy 2-3 métert javuljon az eredményünk. Ugye mert itthon 3-4 pulcsiba, két gatyába kell dobni, ott kint meg tudtunk normálisan rövidújúba, vagy éppen póló nélkül edzeni, így meg könnyebb oda koncentrálni a mozdulatsorokra, hisz nem kell azon gondolkodni, hogy most hol csúszunk el, vagy éppen ellenfagy a kezünk. És ezért volt ez nagyon fontos számomra, hogy itt azon a verseny kijön az eredmény. Jó, hideg volt, meg ugye 2-3 fok volt, de fel voltunk pörögve, én legalábbis fel voltam pörögve, elsőről szeretnék egy 78 méteres eredményt dobni. Ilyenkor ugye nem csak az a lényeg, hogy hideg van, hanem az aklimatizálódás, ugye, mert elég sokáig kint voltatok, ha jól tudom, egy hónapot kint töltöttél a Dél-Afrikai Köztársaságban. Mennyi idő kell akkor, hogy ismét visszazökkenjél a magyar valóságba, és most nem csak arra gondolok, hogy a magyar életvitelbe, hanem az, hogy teljesen más időzónában vagy. Hát szerintem most ugye a hét elején jön el ez az időszak. Azért volt jó, hogy szombaton még abban voltam, abban a lendületben, hogy Afrika, hogy meleg, hisz amikor legalábbis hétfőn érkeztem Szombathelyre, kedden, szerdán, csütörtökön edzettem, ugye akkor már olyan idő volt, ami kicsit ilyen, hogy az ember visszaveszi abban, hiszen tudja azt, hogy nem 30 fokba megy ki, hanem a 0 fokban, vagy akár 1-2 fokban. És nem is inkább ez a lényeg, hanem a pálya minősége, ugye sár van, hó van, ami csúszkálást jelent, kalapácsok eséskelést, sokszor van ilyen, és ez nagyon sok energiát elvesz. Így az ember nem is tud arra gondolni, de ez legalább 3-4 nap
kell ahhoz, hogy visszazökkenjünk az itteni időjárásba, hiszen ezek a 30 fokos különbségek az a szervezetet megviselik pluszba is, meg mínuszba is. Egyéb iránt nagyon sokszor az év elején számodra problémát jelentett, hogy apróbb kisebb sérülések zavartak. Most ilyen szempontból hogy állsz? Tehát van-e bármiféle fajta probléma, vagy most kopogjuk le, hogy minden oké? Így van, minden oké, hála Istennek. Hát igazából ugye ennek az is volt egy jó dolog, hogy azt a 2-3 hónapot ugye nem aktív fekvéssel töltöttem, hanem nagyon sok rohanással és ülésmenéssel. Így könnyebben tudtam szép lassan visszarázódni a munkába. De mindig az volt a baj, hogy ugye leálltunk egy-két hétre, és hát hogy az ember képes arra, hogy most nem minden. Hát ilyenkor 3 edzés olyan héten, és utána belevág abba, hogy keményen edz, de viszont valahol nem szabja meg a határt, és akkor szoktak jönni a pici apró sérülések, amikor érzi azt, hogy már nagyon fáradt, és mondjuk fáradt a lába, és akkor egy plusz rátesz egy-két mozdulatot, és abba szoktunk egy kis húzódást szerezni, sokszor utána a következő edzéseket meg még jobban meghúzódunk. Most erre nagyon-nagyon figyeltem, hogy ne legyen ilyen, mert tanultam már ezekbe a dolgokba, hiszen a lágyék sérvem tövekezve. Ezek mind ilyenkor jöttek ki, úgyhogy most tényleg ott tartok, hogy hálásan vissza tudtam rázódni ebbe a 4 hétbe a munkába, nagyon jó eredményekkel, erőléti állapotban is, és hát várom ezt a 2-3 hónapot, amikor még kőkemény edzés, és utána a versenyszezon, ugye, ahol idén világbajnokság van, meg plusz most még 3 hét múlva lesz ugye a téli Dubai Európa Kupa Spanyolországban, ahol a cél a 79 méter. Hát a mezőnyt azt még nem tudom, ugye jelenleg a fehér oroszoknál volt olyan eredmény, ami télen jónak mondható, ők is ilyen 78 méter dobtak a két fehér orosz versenyző, úgyhogy velük, ha eljönnek a versenyen, akkor velük lesz a harc, ha nem, akkor nem tudom igazából, lehet, hogy magam ellen kell megint versenyezni. Én az utóbbi időben, hogy követtem a világ kalapácsvető sportját, én talán egy olyan fiatal versenyzőt találok, aki megszorongathat, és azt hiszem, hogyha jól emlékszem, a tavalyi esztendőben egyedül győzött le téged, és ugye ez a lengyel Fajdek. Lehetséges az, hogy a következő években, és most már gondolok az idei világbajnokságra is, egy páros csata alakulhat ki kettőtök között, mert a többiek szerintem kiöregednek lassan. Biztos, hogy benne van, biztos. Ő is pont ki volt Afrikában, mikor mi. Valami gondja, baja volt az első héten, mert egy hétig nem edzett. 2 napot láttuk edzeni, utána egy hétig nem láttuk edzeni. És az ő mozgása és az ő sebes, önben is benne van az a robbanékony erő, mint én látom bennem. Biztos, hogy nagy csatát fogunk vívni. Ugye itt általában, ha az én rutinom előnynek számít, akkor van egy kis előnyöm, és bízom ebben, hogy ebben tudok élni a versenyeken. Hát ilyenkor ez motivál, hiszen ebben az évben mindenki azon lesz, hogy engem legyőzzön a versenyeken. Nekem most azért kell küzdeni, hogy ez ne sikerüljön nekik. A régi nagyokra is, most itt például, aki kapásba eszembe jött, Kozmusz, Murofushi, Ziolkovszki, rájuk még oda kell figyelni, vagy ők már egyértelműen kifelé mennek, és már nem tudják felvenni veled a versenyt, a ritmust? Hát valószínű, hogy a japán versenyző az, ő azt mondta nekem, hogy valószínűleg abba hagyja. Ha dereka bírja, akkor mondjuk a világverseny felkészül, hiszen neki már ezek a GP versenyek nem kihívások. A szlovén versenyző biztos, hogy lesz, biztos, hogy jó formában lesz. Az Ziolkovszki vele, ugye mivel náluk a lengyel gyerek ugye átveszi szép lassan az elsőséget, úgy valahol mindig ő fog elő szerepelni. Ugye most magasra állították a szintet is a világbajnokság, mi 79 méter. Most lehet, hogy az Ziolkovszkinek az nem fog sikerülni megdobni. Ugye ha már van egy jobb nálad az országban, akkor másik nem mehet. Úgyhogy ez attól is múlik. Hát a többi oroszokat, meg a fehér oroszoknál soha nem lehet tudni, hogy abból a 7-8 versenyzőből ki fog jól dobni. Mindig vannak kakuk tojások abban a sportban. Például én azt vártam, hogy az oroszoknál most a Szergej Litvinovnak a fia, annyi azt mondta, hogy 84 méter fognom tavaly. Hát ebben messze nem lett olyan eredmény. Most a téli verseny is 73-at dobott. Vele nagyon szerintem elszállt a ló, pedig ő vele számoltam, minden évben számolok vele. Nagyon jó mozgás kultúrája van neki, de valahol mindig azt nézem, hogy többet akar, mint amit tud. És ebben bukta van mindig a végén. Ha már a métereket említetted, ugye a tavalyi esztendő számodra
hihetetlenül jól sikerült olimpiai bajnok lettél, de a végén, amikor beszélgettünk, nagyon sokszor mondtad azt, hogy egy pici tüske van benned, és ezt a tüskét úgy hívják, ugye, hogy egyéni csúcs, amit még nem sikerült megdobnod. Mennyi esélyt látsz arra, és figyelembe véve az eddigi eredményeket, ahogy az idei szezonod eddig alakul, hogy ezt a bizonyos egyéni csúcsot idén megdobjad? Ezt tavaly meg lett volna év elején. Csak sajnos, hogy ez a bizonyos osztravai versenyen 82-28 volt második dobásra, és akkor a kidobásnál a hátizmomat meghúztam, és akkor éreztem úgy, hogy nem kell folytatnom a versenyt, hiszen egy rossz mozdulat, és le is szakadhat a hátizmom. Akkor az a verseny szerintem most már 83 fölött lenne az egyéni csúcsom, viszont akkor olyan jó ment a mozgás, hogy ha az a sérülés ugye nincs, akkor azt jelenti, hogy jó lett van a kidobás, és az 83 méter. Utána ez nagyon visszavetett. Akkor vert meg a Fajdek, győzött le a Fajdek lengyel verseny, az egyik verseny. Már nem tudtam olyan szinten kinyújtani a kezemet, hogy karomat a dobásnál, hogy kellett volna. És a 2-3 hétben annyira akadályozott ez a sérülés, hogy visszavetett a technikában is. Úgy kell, újra fel kell építenem az egészet. Most abban bízom, hogy ez ebben az évben nem lesz, és nem lesz ilyen szintű sérülés. Végig tudom vinni tényleg ezt a mozdulatsort, és ott a június környékén már szeretnék ugyanez az eredményhez visszatérni, 82 méter fölé, és onnantól kezdve kell majd azok a pici apró dolgokat kicsiszolni, ami majd az egyéni csúcshoz kell. Hát én ehhez sok sikert kívánok neked, és most egy olyan mozdulatsort szeretnék tőled kérni, hogy húzzák ki nekem egy nyertest, aki megnyeri a két darab belépőjegyet, arra kérném, hogy mutasd nekem. Tehát az Alba-Fehérvár elleni Falkó meccsre, az a Szovatrend Optika meccsre a 30-552-91-71-es SMS küldője nyert két darab belépőjét. Köszönheti ezt Pars Krisztián olimpiai bajnok kezének. Krisztián, még egyszer köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Sok sikert kívánunk a folytatásra is, világbajnoki címmel természetesen. Kedves nézőink, mi pedig hamarosan a Hali Arénával zárjuk majd műsorunkat. Kedves nézőink, nagyon elszaladt az idő, a Hali Arénában annyi lehetőségünk, annyi időnk van még, hogy megmutassuk önöknek azt, hogy a csapat lényegében lassan már rajtra kész, befejezte a felkészülési mérkőzések sorát. Természetesen az utolsó edzőmeccsen a mi kameráink is ott voltak. Ennek az összefoglalója következik. Az NB2-es Sziget-Szent Miklós felett aratott 2-1-es győzelemmel fejezte be az edzőmeccsek sorát az élvonalbeli labdarúgó bajnokság tavaszi rajtjára készülő szombathelyi haladás. A vasi zöldfehérek a találkozó első 60 percében nyújtottak jobb teljesítményt, a hajrá viszont a vendégeké volt, akiknek kis hián az egyenlítés is összejött. Úgy gondolom, hogy egy jó felkészülésen vagyunk túl, igaz, hogy csak itthon készültünk, nem volt ezzel semmi probléma. Látszik most a csapaton, hogy azért eléggé sok munka van bennünk, fáradtak vagyunk, de azért próbáljuk hozni a mérkőzéseket. Most hálásnak sikerült, úgyhogy igazából várjuk a bajnokságot. Az előkészítő mérkőzések elég vegyesen alakultak, hol vereség, hol győzelem, sőt ugye volt közte X is, ha csak a Mattersburgra gondolunk. Ebből messze menő következtetéseket lehet levonni, avagy felesleges? Hát én azt gondolom, hogy felesleges igazából, mert nagyon sokszor vegyes csapatokkal játszottunk, sokszor csak félidőztünk, úgyhogy igazából szerintem felesleges, van amelyik mérkőzés jobban sikerült, van amelyik kevésbé, úgyhogy azt gondolom, hogy nem igazán kell túl messze menő következtetést levonni. Ha nem is vonunk le következtetést, az mindenképpen nagyon lényeges, hogy milyen tavasz előtt áll a csapat, mit vártok magatoktól? Hát mindenképpen nagyon jó tavasz várunk magunktól, szeretnénk az elején egyből győzelmeket szerezni, és aztán azt gondolom, hogy utána nyugodtan nézhetünk előre, hogy hova tudunk odaérni. Hogyha figyelembe veszük azt, hogy a többi csapatnál milyen jövésmenés volt, akkor optimális esetben mi az, ahova a szombathelyi haladás a bajnokság végén a véleményed szerint odaérhet? Hát ez egy jó kérdés igazából, hát mi természetesen minél előbb szeretnénk végezni, de hát erre a jövésmenés, ugye nálunk igazából az a nagy pozitívum, hogy nálunk ugye nem nagyon volt, tehát igazából a csapat az ugyanaz maradt, aki összeáll nagy vonalakba, az érkenőt megműtötték, de hát pár hét után ő is rendben lesz, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy jó tavaszunk lehet. A pontvadászat tavaszi szezonjának rajtjáig a szombathelyek több edzőmeccset már nem játszanak. A vezetőedző szerint a következő másfél hét a frissítésről, a formába hozásról szól majd. A játékosok jelenleg eléggé fáradtak a hosszúra nyúlt felkészülési időszak miatt. Kezdjük azzal, hogy nagyon hosszú volt, így ez a felkészülés, ez a téli felkészülés, ez a játékosoknak a legnehezebb dolog, ugye tétmeccsek nélkül készülni azért nem egyszerű, főleg hidegben.
Azt lehet mondani, hogy a célját elérte, rengeteget dolgoztunk, a mai edzőmérkőzésen is lehetett látni, hogy messze nem vagyunk mi top formában, ezt a másfél hetet erre fogjuk fordítani, hogy rendbe tegyük a csapatot. Mennyiben határozta meg a felkészüléseteket az, hogy hát nem éppen ideális körülmények közepette tettétek meg, és most ebben elsősorban az időjárási körülményeket értem? Hát ezt már megszoktuk, Magyarországon általában ilyen idő van, annak ellenére, hogy azért most sokkal több hó volt, mint szokott lenni. Azt, amit elterveztünk, megcsináltuk. Sajnos itt a hideg meg a kemény pálya miatt az is sérülések hátráltattak egy-két játékost. Az egyik legfontosabb kérdés az ilyenkor a holt idény végén az, hogy mennyiben alakult át a csapat kerete. Ahogy az ember megfigyeli a gárdát, távozó volt, érkező nem igen. Hát semmiben nem alakult át, igazából ugyanaz a csapat, mint a tavalyi szezonban volt, annyi, hogy a Korolovszki Gábor ugye eltávozott tőlünk, Nagy Dániel visszament Fehérvárra, játékos nem igazoltunk, igazából ugyanazzal a kerettel fog neki menni, mint tavaly. Az átigazolási időszak hajrájában azért mégiscsak lett egy új szerzeménye a Haladásnak. A 22 esztendős támadó Simon András érkezik a Vasiakhoz fél évre kölcsönben a győri Eto gárdájától. A csatár akár már március 2-án pályára léphet a szombathelyi csapatban, amikor is Artner Tamás legénysége a Rohonci úton fogadja bajnoki meccsen a Siófok együttesét. Kedves nézőnk, egy gyors információ a Hali Aréna végére. A csapat szombaton 16 órakor a Siófokot fogadja bajnoki mérkőzésen. Ez lesz majd a tavaszi szezon első mérkőzése a szombathelyi Haladás számára. Én a mai napra köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Az arénával legközelebb egy hét múlva találkozhatnak majd itt a szombathelyi televízióban. Tartsanak akkor is velünk, és tartsanak ma is továbbra velünk, ugyanis a Sportes következő felvonása hamarosan kezdődik, majd 19 óra 15 perckor következik majd az Akadémiai Foci Magazin. A műsorvezetőt a Griff Gentleman öltözteti.